Pénz, de honnan? Címmel rendeztek gazdasági konferenciát Székesfehérváron csütörtök délelőtt. A kis- és középvállalkozások képviselői a szakmai előadásokon többek közt kevésbé ismert, de előnyös forrásbevonási lehetőségekről, pályázatokról és a pénz elköltésének legpraktikusabb módjairól hallhattak előadásokat. A legfontosabb és a leghasznosabb termék ma egyébként egy információ, egy hiteles információ. Pénz is van a piacon. Technológia is van a piacon, szándék is van, piac is van egyébként. Ami a legfontosabb, hogy hogy tudunk abban a kevés humán erővel hasznos fejlesztéseket végrehajtani, amivel a növekedés ismét elinduljon Magyarországon. Az első előadás fő kérdése az volt, hogy mire van szüksége a hazai és a régió vállalkozásainak versenyképességük megőrzése érdekében. A munkaalapú társadalmat tudásbázisra kell építeni. Arról fogok beszélni, hogy egy ingergazdag környezet van most a világban, és ebben nagyon nehéz eligazodni. A sok hamis információ, a sok félre magyar, a dezinformáció megzavarja a vállalatfejlesztési folyamatokat. Ebben próbálunk mi egyébként segíteni. Radecki Jenő hozzátette, hogy nagyon izgalmas gazdasági időszak következik, hiszen intenzív fejlesztésbe kell kezdeni, egyebek mellett a szabadalmak és a mesterséges intelligencia használatával. Ebben pedig a székesfehérvári Albensis Tudásközpontnak is komoly szerepe lehet, amely egy hálózatos fejlesztési gondolattal indult el. A gazdaság, a tudomány, az oktatás, valamint az önkormányzat és a magyar állam összefogásával.